Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Sok szeretettel köszöntelek benneteket. Kezdjük meg Isten tiszteletünket egy közös énekkel. Imádkozzunk. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, és ide lent velünk is minden nap. Hálásak vagyunk azért, hogy gondviselő Istenünk vagy, és hálásak vagyunk, hogy érezhetjük minden nap jelenlétedet a mi életünkben. Hálásak vagyunk, hogy segítségül hívhatunk téged a mi életünkben, és kérhetjük a te vezetésedet, hiszen szükségünk van rád minden nap, jó Úrunk, mert nem vagyunk elően bölcsek ahhoz, hogy tudjunk vigyázni magunkra, ezért szükségünk van a te folytonos jelenlétedre, vezetésedre. Hálásak vagyunk azért, hogy minden alkalommal szólni kívánsz hozzánk. Arra kérlek ezen a napon is, hogy maradj jelen itt közöttünk, és te áld meg a te igénynek szólóját, és üzenj rajta keresztül olyan üzenetet, ami megerősít bennünket, ami reményt ad nekünk, hogy bizalommal tudjunk fordulni hozzád, a te igédhez, mert megerősít bennünket, és erőt ad, hogy kitartsunk, hogy várjunk téged, mert megígérted, hogy nem sokára eljössz, és mi szeretnénk erre készek lenni. Küldd el szent lelkedet, törzd ki a mi életünkre, a mi szívünkre,
és add, hogy a rendelkezésünkre álló kegyelmi időt arra tudjuk használni, amire adtad számunkra. Legyél a betegekkel, Atyánk, legyél a szegényekkel, legyél a rászorulókkal, az éhezőkkel, és mindazokkal, akik segítségül hívják nevedet. És kérlek, áld meg a szolgálatokat, amik ezen a napon elhangzanak, add, hogy valamennyien el tudjunk csendesedni, és valamennyien mindezzel téged tudjunk magasztalni és dicsőíteni, mert méltó vagy erre. Az Úr Jézus szent nevében kérünk. Amen. A szöveget Pál apostol Timóteushoz írt első levelének 6. fejezetéből olvasom. De valóban nagy nyereség az Isten félelem megelégedéssel, mert semmit sem hoztunk a világra, világos, hogy ki sem vihetünk semmit. De ha van élelmünk és ruházatunk, elégedjünk meg vele. Akik pedig meg akarnak gazdagodni kísértetbe, meg törbe, és sok esztelen és káros kívánságba esnek, melyek az embereket veszedelembe és romlásba merítik. Mert minden rossznak gyökere a pénz szerelme, mely után sóvárogván némelyek eltévejedtek a hittől, és magukat által szegezték sok fájdalommal. De te, ó Istennek embere, ezeket kerüld, hanem kövessed az igazságot, az Isten félelmet, a hitet, a szeretetet, a békességes tűrést, a szelídséget. Imádkozzunk, testvéreim! Drága jó Istenünk, hálásak vagyunk mindazért, amellyel minket körbeveszel nap mint nap. Hálásak vagyunk, hogy te tudod, mélyen igazán látod azt, hogy nekünk mik a valódi szükségleteink. És köszönjük azt, Istenünk, hogy mi megnyugodhatunk, mert tudjuk azt, hogy te ezeket számon tartod, és akkor, amikor nekünk a legjobb, amikor az életünkben a legfontosabb, akkor ajándékozol meg minket velük. Hálásak vagyunk, Istenünk, azért, hogy ennyire szeretsz minket, és ennyire vágysz arra, hogy az ajándékaid, az áldásaid akkor érjenek el minket, amikor tényleg segítséget jelentenek. Kérünk, segíts abban, hogy továbbadjuk ezeket az áldásokat. Továbbadjunk mindent, amellyel te minket megajándékozol, hogy tisztán a szent lelked által lássuk azt, hogy kinek mire van szüksége. Kérünk, áld meg az adományt, áld meg a tizedet, akár úgy is, hogy behoztuk ide a te házadba, akár úgy is, hogy ebben a mostani helyzetben átutaltuk. Kérünk, áld meg az adományokat, hogy tényleg úgy használjuk föl, és mások is úgy használják föl, ahogy az a te akaratoddal teljesen megegyezik. Jézusunk nevében könyörögtünk hozzád. Amen. Reményik Sándor, csendes csodák. Ne várd, hogy a föld meghasadjon, és tűz nyelje el Sodomát. A mindennap kicsin csodái, nagyobb, titkosabb csodák. Tedd a kezedet a szívedre. Hallgast, figyeld, hogy mit dobok. Ez a finom kis kalapálás nem a legcsodásabb dolog? Nézd a sötét kék végtelenbe, nézd a kis ezüstpontokat. Nem csoda-e, hogy árva lelked feléjük szárnyat bontogat? Nézd, árnyékod hogy fut előled,
hogy nő, hogy törpül el veled. Nem csoda ez? S hogy tükröződni látod a vízben az eget? Ne várj nagy dolgot életedbe, kis hópelyhek az örömök. Szitáló, halk szírom csodák. Rajtuk át Isten szól. Jövök. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit ezen a mai szombati alkalmon. Különleges sorozatot kezdtünk el az elmúlt alkalommal, amikor is Jézus és a samáriai asszony találkozásáról beszélgettünk. És arról a kérdésről, hogy hogyan jut el az ember a tehetetlenség állapotába, hogyan szembesül azzal, hogy az ego képtelen megváltoztatni önmagát, képtelen megváltoztatni az embert, és ebbe a képbe hogyan lép be Krisztus, Krisztus személye, az evangélium üzenete. Ma szeretném folytatni ezt a bibliai elmélkedést, és ugyanazt a címet adtam a mai szombatunknak is, különleges találkozás Jézussal. Lukács evangéliumából szeretném olvasni ennek a találkozásnak a történetét. Lukács evangélium a 23. fejezet 32. és 33. verséből. Két gonosztevőt is vittek, hogy vele együtt végezzék ki őket. Amikor arra a helyre értek, amelyet koponyahelynek hívtak, keresztre feszítették őt és a gonosztevőket. Az egyiket a jobb, a másikat a bal keze felől, ahogy olvashatjuk Lukács evangéliumában. Évekkel ezelőtt lelkészként szolgáltam Heves megyében, és egy haldokló édesanyához hívtak. Ugyanannyi idős volt, mint én, két fia volt akárcsak nekem, és a két fiú éppen abban az életkorban volt, mint az én két fiam. Daganatos betegséggel küzdött a hölgy, a fél szemére már megvakult, a fél oldalára lebénult. Korábban már beszélgettem vele Istenről, beszélgettünk Jézus Krisztus szeretetéről, az örök életről, arról az országról, amelyet Jézus készít valamennyünk számára. Akkor úgy váltunk el, hogyha úgy érzi, eljött az idő, megkéri a férjét, hogy hívjon fel engem telefonon. Én pedig ígéretet tettem arra nézve, hogy bármikor is hív, én azonnal útra kelek és elmegyek hozzájuk. Egyik vasárnap este csörgött a telefonom, a férje hívott. Eljött az idő. Felöltöztem, beültem a kocsiba, és elindultam. És miközben próbáltam figyelni a forgalomra, folyamatosan kavarogtak bennem a gondolatok. Mit lehet ebben a helyzetben mondani? Mit lehet mondani ennek a fiatalasszonynak? Mit lehet mondani a gyermekeinek? Mit mondjak a férjének? Amikor megérkeztem hozzájuk, örömmel fogadtak. A hölgy már nagyon gyenge volt, alig lélegzett, de az épp szemével, amivel rám tekintett, ez a rengeteg fájdalmon keresztül ment hölgy közvetlenül a halála előtt megnyugvást és békességet láttam. Azt szerette volna, hogyha csak kettesben beszélgetünk. Letérdeltem mellé az ágyához, beszélgettünk és imádkoztunk. A mai napig elevenen emlékszem arra, ami ezután történt. Az épp kezével megmarkolta a karomat, úgy éreztem, mintha a satuba fogta volna ez az alig 40 kilós hölgy. Épp szemével belenézett a szemembe, és azt mondta, János, még találkozunk. Majd abban az országban, amit Jézus elhoz nekünk. És aztán arra kért, hogy szóljak a férjének, a két fiának, hogy jöjjenek be a szobába. Azokkal szeretett volna együtt lenni az utolsó perceiben, akiket a legjobban szeretett ezen a világon. És valóban ott, abban az otthonban alig több mint egy óra múlva megpihent. Azokkal lehetett a földi életének utolsó perceiben, akiket a legjobban szeretett ezen a földön. Ez a történet jutott eszembe, amikor Lukács evangéliumának ezt a részletét olvastam.
Mert Jézus is földi élete utolsó óráit élte. Ez mindenki előtt nyilvánvaló volt, akik látták ebben a pillanatban a megváltót. Mindenki tudta, aki látta a szenvedését, a megostoroztatását, a szenvedését, a Kálvária felé tartó útját, az ott lezajlott eseményeket. Mindazok, akik ezt látták, akik átélték, tudták, hogy Jézus haldoklik. Már haldoklott a keresztfán. Mégpedig két gonosztevő között. Azért tették ezt vele, mert meg akarták őt alázni ezzel. Két bűnössel feszítik meg. Az ő keresztjét állítják középre, mint a fő bűnösnek a keresztjét. De tudjátok, Jézus olyan emberek között szenvedett, akiket a legjobban szeretett. Bűnös emberek között. Jézus úgy halt meg, ahogy élt. Bűnös emberek között szolgált. Azokkal tölthette az utolsó perceit, akikért eljött erre a földre. Ellen White a Jézus élete című könyv Golgata című fejezetében a következőképpen fogalmaz erről. A Jézussal együtt keresztre feszített tolvajokat, egyiket jobb kéz felől, a másikat bal kéz felől helyezték el. Ez azt jelenti, hogy Jézus keresztje az ő keresztjeik között középen állott. Ezt a papok és főemberek utasítására rendezték így. Krisztus tolvajok közötti helyzetének azt kellett mutatnia, hogy ő volt a három bűnöző közül a legnagyobb. Így teljesedett be az ige, a bűnösök közé számláltatott. A papok azonban nem ismerték fel cselekedetük teljes értelmét. Mikor Jézust keresztre feszítették a tolvajokkal együtt, és keresztjét azok keresztjek között, tehát középen állították fel, azt jelezték, hogy Krisztus keresztjét egy bűneiben heverő világ közepette állították fel. Micsoda mély gondolatok! Ami akkor és ott történt, az nem a véletlen műve. Ami akkor és ott történt, az nem egy szerencsétlen eseménynek a része, hanem egy ősi profécia beteljesedése volt. Lukács így folytatja az ő evangéliumában. A megfeszített gonosztevők közül az egyik így káromolta őt. Nem te vagy a Krisztus? Menj meg magadat és minket is. De a másik megrótta, ezt mondván néki. Nem féled az Istent? Hiszen te is ugyanazon ítélet alatt vagy. Mi ugyan jogosan, mert tetteink méltó büntetését kapjuk. De ő semmi rosszat nem követett el. Majd így szólt, Jézus, emlékezzél meg rólam, amikor eljössz a te királyságodba. Erről így felelt neki, bizony mondom néked ma, velem leszel a paradicsomban. Azon a napon mindkét személynek megvolt a lehetősége arra, hogy elfogadja Jézus hívását az ő országába. Jézus mindkettőt szerette. Jézus mindkettőért eljött. Jézus mindkettőért az életét áldozta. A feljegyzések alapján azonban azt látjuk, hogy a velük folytatott beszélgetésben az egyik személy megszólítja Jézust, de neki Jézus nem válaszol, a másik személy szintén megszólítja Jézust, és neki válaszol. Mi a kettő közötti különbség? Miért hallgatta meg az egyik kérését, és miért nem hallgatta meg a másik kérését? Ellen White korábban említett könyvében azt írja, hogy mindkét gonosztevőt, akit Jézussal együtt keresztre feszítettek, először szidalmazta Jézust. Így van, Máté evangéliuma erről beszél, hogy nem volt különbség, mindkét gonosztevő szidalmazta Jézust. Nem ebben találjuk meg a kérdésünkre a választ. Mindketten szidalmazták őt, mindketten a keserűségüket, a közelgő haláltól való félelmüket, a halálhoz vezető úttól való félelmüket Jézuson verték le. Szidalmazták őt. Figyeljük csak meg az első gonosztevő szavait. Hogyan káromolta őt? Nem te vagy a Krisztus? Menj meg magadat és minket is. Hogy a Károli fordítás szerint szidalmazta Jézust, itt úgy olvashatjuk, hogy káromolta Jézust.
Az eredeti nyelvben a blaszfémiával találkozunk. Ugyanaz a kifejezés található, mi Máté evangélium a 9. fejezetében, amikor azt olvashatjuk, hogy íme vittek hozzá egy bénát, aki ágyban feküdt, amikor Jézus látta hitüket, így szólt a bénához, bízzál, fiam, megbocsáttattak bűneid. Ekkor néhány írástudó így szólt magában, és most figyeljünk, ez Istent káromolja. Ugyanezzel a kifejezéssel találkozunk Máté evangélium 27. fejezetében is, amikor azt olvashatjuk, hogy akik elmentek mellette, mármint Jézus mellett, a fejüket csóválva káromolták, és ezt mondták, te, aki lerombolod a templomot, és 3 nap alatt felépíted, mentsd meg magadat, ha Isten fia vagy, és szállj le a keresztről. Ugyanez a kifejezés szerepel itt, káromolták Jézust. Akárcsak ez a gonosztevő is. Nem te vagy a Krisztus, mentsd meg magadat és minket is. Ismerősen hangzanak talán ezek a szavak. Elképzelhető, hogy voltunk már életünk során azon a ponton, amikor hasonlóképpen kiáltottunk fel. Istenem, ha hallasz! Istenem, ha igazán szeretsz és odafigyelsz rám! Istenem, ha ezt megadod nekem, akkor tudni fogom, hogy igazából szeretsz! Istenem, ha megteszed az életemben ezt a dolgot, akkor tudom, hogy valóban létezel. Vagy másként fogalmazva. Hát Isten, tudom, hogy létezel, mert minden klappol az életemben. Pont úgy halad minden, ahogy szeretném és ahogyan elvárom, hát így tudom, hogy szeretsz. Egy alkalommal külföldről érkeztem haza, és az a társam, akivel ebben az utazásban részt vettünk, ő külföldön maradt, de hazaküldte az bőröndjét. És hogy nem az én bőröndöm az elveszett, az övé az megvolt. És mikor hazavittem a családjához a bőröndjét, hát elmondtam az én keservemet, hogy az enyém az elveszett a repülőtéren, de hála Isten ez a bőrönd itt maradt, és elhoztam. És legnagyobb megdöbbenésemre a családtag a következőt mondta, látod, János, bennünket mennyire szeret az Isten, a mi bőrünk nem veszett el. Megmondom őszintén, hogy nekem az üzenet ebből az volt, hogy téged meg nem szeret az Isten, mert a tiéd meg elveszett. Tehát nagyon sokszor, hogy így fogalmazzuk meg, hogy hát az én bőröndön nem veszett el, engem nagyon szeret az Isten, innen tudom, hogy ő szeret, innen tudom, hogy az ő útján járok. Ha Isten fia vagy, szállj le a keresztről. Nem te vagy a Krisztus. Mentsd meg magadat és minket is. Mit válaszolt Jézus erre a kérésre? Semmit. Szóbeli válasz nélkül hagyta ezt a kérést. Azt olvastam, hogy ezekkel a szavakkal ez a férfi nem az imádatát, nem a bizalmát fejezte ki Isten felé, nem a hitét fejezte ki, hanem sokkal inkább a követeléseit. Azt, amit elvárt Istentől. És úgy gondolom, hogy ezekkel a sorokkal az író fején találta a szöget, ha fogalmazhatok így. Mert ennek a férfinek a szavai 3 dolgot tükröztek. Én tudom, hogy mire van szükségem, mi az, ami nekem kell. Ha Jézus, te valóban Isten vagy, akkor ezt neked is tudnod kellene, hogy nekem mire van szükségem. És ebből az következik, hogyha nem aszerint cselekedik, ahogyan nekem jó, ahogyan én elgondoltam, ahogyan nekem tetszene, akkor ő vagy rossz Isten, vagy nem is Isten. Tudjátok, hogy ennek a gondolatnak mi a végkicsengése? Hogy Isten olyan, mint én. És én olyan vagyok, mint Isten. Mert pontosan meg tudom mondani, hogy milyen feltételeknek kell megfelelnie ahhoz Istennek, az életemre nézve, hogy Isten legyen. Hát nem te vagy a Krisztus? Ha igen, akkor szabadítsd meg magadat, meg bennünket is. Én tudom, hogy mire van szükségem, mi az, ami nekem kell, üzente ez a férfi. És sokszor valóban úgy gondoljuk, hogy pontosan tudjuk, mi lenne jó, mi lenne rossz az életünkben,
Tökéletes pontossággal meg tudjuk határozni Isten számára az életünket, a világ vagy a saját szükségleteinket. És ha ezeket Isten nem úgy látja, hogy a mi, akkor ő vagy nem jó Isten, vagy nem szerető Isten, esetleg nem is létezik, vagy nincs hatalma. Nem te vagy a Krisztus. Mentsd meg magadat és minket is. Bizonyítsd be, hogy te vagy a Krisztus. Mégpedig úgy bizonyítsd be, ahogyan én szeretném. Úgy bizonyítsd be, ahogyan én elvárom azt tőled. Az én vágyaim, az én szükségleteim, az én elképzeléseim szerint igazold magad. Ezt a hozzáállást egyébként a mindennapi életben arroganciának és büszkeségnek nevezzük. Elhiszem, hogy Isten vagy, ha azt cselekszed, és úgy, ahogyan én szeretném. Ments meg hát engem a kereszttől. Nem imádattal közelítette meg Jézust. Nem úrnak és királynak látta Jézust, hanem egy olyan személynek, akit manipulálni lehet annak érdekében, hogy elérje azt, amit ő szeretne, hogy kielégítse azt a vágyát, amit ő szeretne, hogy megmentse a kereszttől. Úgy is mondhatnánk, Isten az ő számára nem jelentett más, mint eszközt, hogy megvalósítsa azt a vágyát, amit szeretne, megszerezze azt, amire vágyik. Nagy különbség van a között, hogy Jézust imádjuk azért, aki ő maga, vagy közeledünk hozzá azért, mert egy hasznos eszközt látunk benne, hogy elérjük általa az általunk meghatározott vagy vágyott céljainkat. Igen. Sokszor úgy viselkedünk, mintha Jézus nem jelentene többet az életünkben, mint egy öttalálatos lottószelvény. Ami vagy bejön, vagy nem jön. Ha bejön, akkor az nagyon jó lesz. Hát ha nem jön be, akkor meg azért van, mert valójában nincs is úgy hatalma, meg az egész csak mese mondják sokan. Hogyan tekintünk Jézusra? Ez egy nagyon fontos kérdés ezen a mai napon, testvéreim. Ezekben a nehéz napokban, hónapokban, sőt, most már mondhatjuk, egy nagyon nehéz évvel a hátunk mögött, meg benne ebben az évben, hogyan tekintünk Jézusra? Ő csupán egy eszköz a számunkra, amivel elérhetünk bizonyos dolgokat, vagy úrként és királyunként tekintünk rá. Jó lenne békességben élni, jó lenne, hogyha stabil családot adna, jó lenne, hogyha jó egzisztenciát adna, és az is jó lenne, hogy amikor halálunkhoz közeledünk, akkor pedig megadná az örök életeit és a megbocsátást. Ő nem egy kozmikus automata, aki teljesíti a vágyainkat, az elképzeléseinket. Tudjátok, hogy ki hitte azt, hogy manipulálni tudja Jézust? Tudjátok, hogy ki hitte azt, hogy Jézus által úgymond meggazdagodhat? Júdás. Júdás. Júdás szelleme sokszor közelebb van a lelkünkhöz, a lelkemhez, mint azt hinném. Valahol Júdás szelleme kísérti ezt az embert is a szavai szerint. Csak másképpen, mint ahogyan Júdás cselekedett. De a gondolat, az eszmeiség gyakorlatilag ugyanez. Jézus azonban hallgat. Sokkal többet szeretne adni ennek az embernek, mint amit ő kért tőle. A kereszt üzenete végső soron arról is szól, hogy hogyan és miként tudunk ellenállni a gonosznak, a gyűlöletnek úgy, hogy mi magunk közben nem válunk gyűlölködővé. Hogyan szálljunk szembe úgy az életünket, világunkat megrontó gonoszságnak, hogy mi közben nem válunk ennek a gonoszságnak a tükörképévé. Hitem szerint ennek egyetlen módja a kereszt üzenete. A kereszt üzenete, ami a valós, a valódi, hiteles megújulásról szól. Krisztus értünk végzett szolgálata egy olyan kép, amelyhez ragaszkodhatunk, amelyből életet meríthetünk. És itt van még a másik gonosztevő. Azt olvashatjuk a Bibliában,
hogy miközben az egyik így káromolta Jézust, hogy nem te vagy a Krisztus, ments meg magadat és minket is, a másik megrótta, ezt mondva néki, nem féled az Istent? Hiszen te is ugyanazon ítélet alatt vagy. Mi ugyan jogosan, mert tetteink méltó büntetését kapjuk, de ő semmi rosszat sem követett el. Majd így szólt, Jézus, emlékezzél meg rólam, amikor eljössz a te országodban. Milyen különös. Ahogyan szemlélte és hallgatta a kereszten Jézus szavait, egy egészen más hozzáállás alakult ki a lelkében, a szívében Jézus iránt. Figyeljétek meg! Igazán őszinte alázattal közelít Jézus felé, elismerve a saját bűnösségét. Hát nem féled az Istent? Ugyanazon ítélet alatt vagy. Mi ugyan jogosan, figyeljük meg, azt mondja, mi ugyan jogosan, mert tetteink méltó büntetését kapjuk. És ugyanakkor azt is láthatjuk, hogy felismer és beismer valami olyat, ami egyedül a Szentlélek munkájának a gyümölcse lehet az életünkben, mi ugyan jogosan, mert tetteink méltó büntetését kapjuk, de ő semmi rosszat sem követett el. Valami olyat ismer fel, és olyat ismer be, ami egyedül a Szentlélek Isten munkájának a gyümölcse lehet az életünkben. Felismeri a saját vétkét, a saját bűnösségét, és felismeri Jézus ártatlanságát. Egyiket sem ismerhette volna fel a Szentlélek Isten jelenléte nélkül. Amikor arról beszél, hogy tetteink méltó büntetését kapjuk, akkor figyelünk arra, hogy ő nem a legutóbbi rablásról beszél. Nem egy adott cselekedetről beszél, nem egy eseményről, nem amelynek során lebukott és elfogták. Valami olyanról tesz bizonyságot, ami túlmutat ezen. A többi evangéliumban használt kifejezés alapján ő egy olyan személy volt, aki erőszakos úton megpróbálta kivívni valahogyan a Rómától való függetlenséget. Megpróbálta kivívni Izrael szabadságát fegyveres úton. És ezek az emberek, ezek a szabadságharcosok, jó, ha tudjuk, hogy nem csak a római katonákkal vívtak harcot, hanem nagyon sok esetben a saját népükkel is. Sarcolták a népüket, hogy legyen pénzük. Elvették az embereknek a pénzét arra való hivatkozással, hogy egy nemesebb eszme miatt teszik azt, amit tesznek. Hogy ez valójában nem rablás és nem gyilkosság, hanem ez a nemes ügyért folytatott harcnak a következménye. A cél szentesíti az eszközt. Így élt. Azt gondolta, hogy azokon az utakon, amelyeken jár, és bármennyi gonoszságot is követ el, hogyha elég szent cél érdekében cselekszi ezeket, akkor minden rendben van. Ő nem egy cselekedetről beszélt, amikor lebukott, amikor éppen elfogták, nem az utolsó bűnesetéről beszélt ezekben a szavakban, hanem egy attitűdről, egy hozzáállásról, egy életformáról, egy bűnös állapotról, amit felismert, és hitem szerint ezt egyedül a Szentlélek Isten tudta elvégezni az ő lelkében. Mikor bűneiért elítélték, ahogyan olvashatjuk Ellen White-nál, reménytelen és kétségbeesett emberré vált. De most valami különös és gyengéd gondolatok támadtak az elméjében. Visszaidézte emlékezetében mindazt, amit Jézusról hallott, hogy miként gyógyította meg a betegeket, bocsátotta meg egyesek bűnét. Lélekben ismét meghallotta azoknak a szavait, akik hittek Jézusban, és sírva követték őt. Azután meglátta és elolvasta azt a feliratot, amit Jézus feje fölé szegeztek. Hallotta, amint a járókelők elismételgették a felirat szövegét. Egyesek bánkódva és remegő ajkakkal, mások viccelődve és gúnyolódva. A Szentlélek megvilágítottatta elméjét, és a valóság láncszemei lassanként ismét összekapcsolódtak, és ő eljutott az igazság megismerésére. Ahogyan Ellen White összefoglalja ezt a történetet. Nem pusztán azt ismerte fel, hogy mi ugyan jogosan szenvedünk, mert tetteink méltó büntetését kapjuk, hanem, mint említettem, azt is felismerte, hogy Jézus viszont semmi rosszat nem követett el.
Micsoda felismerés a kereszten. Ráébred a lélek által arra, hogy ki ő, és ki Jézus Krisztus. És figyeljük meg, hogy micsoda kéréssel fordul Jézus felé. Jézus, emlékezzél meg rólam, amikor eljössz a te országodban. Mit fejezett ki ezzel a kérésével? Mint hogyha azt mondta volna, hogy Jézus, tudom, hogy te bűntelen vagy. Tudom és hiszem, hogy te valóban az vagy, akinek a követőid mondanak téged. Te Isten fia vagy, aki a mennyből szálltál alá erre a földre. Te vagy Izrael igaz királya, minden nép ura. Amikor majd elhozod a te országodat, Jézus, emlékezni fogsz rám? Arra a férfire, akivel csupán néhány órája találkoztál, emlékezni fogsz rám? Aki nem tettem semmi igazán maradandót, értékeset az életemben. Aki ennyire elrontottam az életemet, hogy kereszthalálra ítéltek. Aki szégyenletes halált halt, és akinek a holttestét majd a szemétégető telepre viszik el. Jézus, emlékezni fogsz egy ilyen emberre? Úgy tűnt, hogy ez a fiatalember soha semmilyen értékes dolgot nem tesz már Jézusért. Hát, egy ige hirdetés sem fog tartani. Senkit nem fog úgymond Jézushoz vezetni, úgy tűnt. Nem szolgál Jézus nevében, nem alapít gyülekezeteket, gyülekezetbe se fog járni. Egyetlen fillérrel sem fogja támogatni az egyházat. Úgy tűnt, hogy nem teszi népszerűbbé, vonzóbbá a gyülekezetet. Mi oka lenne Jézusnak meghallgatni ezt a kérést? Mi oka lenne Jézusnak meghallgatni ezt a kérést? Miért válaszolna egyáltalán erre a kérésre? Miért emlékezne erre a fiatalemberre? Honnan merítette ez a fiatalember a bátorságát? Honnan merítette ezeknek a hátterében a bátorságát, hogy mégis ilyen kéréssel forduljon haldoklóként a haldoklóhoz? Én azt gondolom, hogy felismert valamit azon a napon Jézusban, ami bizalmat keltett az ő életében. Látta Jézust, amikor megverték, és kigúnyolták, és levetkőztették, és megszégyenítették, és keresztre feszítették. Mindeközben hallotta Jézus szavait, hogy Atyám, bocsáss meg nékik, mert nem tudják, mit cselekesznek. Igen, ő is ment a tömeg után. Mert már annyira megszokott mintázat volt ez az életében. Ment a többiek után. Szidalmazta Jézust. De mindeközben tapasztalta, megélte Jézus szenvedését. Látta, hogy Jézus hogyan viszonyul a bűnös emberekhez. Mert a kereszt üzenete végső soron arról is szól, hogy hogyan, miként tudunk ellenállni a gonosznak, a gyűlöletnek úgy, hogy mi ne válunk gyűlölködévé, ahogyan az előbb említettem ezt a gondolatot. És valahol ez volt az a kép, ez volt az a forrás, amiből meríteni tudott ez a fiatalember. Jézus, emlékezzél meg rólam, amikor eljössz a te országodban. És erre jött Jézus válasza, bizony mondom néked ma, velem leszel a paradicsomban. Ha olyan történetet keresünk a Bibliában, amely a legmélyebben tükrözi a számunkra, hogy üdvösségünk kegyelemből van, hitáltal, és nem a mi cselekedeteink alapján. Nos, ez az a történet. Ez az a történet. Ahogyan később az apostol fogalmaz, hiszen kegyelemből van üdvösségetek, hitáltal, nem tőletek van, Isten ajándéka, nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék. Ez a férfi nagyon rossz úton haladt, sok vétek fűződött a nevéhez. De ahogyan elhaló lélegzetével, mint egyik haldokló a másikhoz, odament Jézushoz, Jézus szeretettel üdvözölte. Bármilyen döntés is hoztak az élete felől néhány órával korábban, bármilyen múltbeli vétek is terhelte a lelkét és életét, bármilyen kudarcokon is ment keresztül, ez a történet feltárja mi számunkra, hogy Isten szívében több szeretet és kegyelem van,
mint bűn a múltunkban. Isten szívében több kegyelem és szeretet van, hiszen ő maga a kegyelem, ő maga a szeretet, mint bűn, ami elrontott életünkben. Jézus bátorító üzenetem a felénk, hogy bizony mondom néked ma. Nincs purgatórium. Biztosítalak téged az üdvösségedről, az örök életedről. Velem leszel az én országomban. Azon a helyen, ahol Isten letöröl minden könnyet a szemükről, ahol halál nem lesz többé, és gyász sem lesz többé, és jajkiáltás sem lesz többé, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. Nem lesz halál, nem lesz koronavírus, nem kell maszkot viselnünk, és bátran megölelhetjük egymást, mert nem lesz távolságtartás a járványveszély miatt. Engedjétek meg, hogy végezetül ismét csak abból a könyvből idézzek, amiből ma már többször megtettem, a Jézus élete című könyvből. Mikor Krisztus kimondta az ígéret szavait, azon a sötét felhőn, amely beborítani látszott a keresztet, ragyogó és eleven világosság hatolt át. A bűnbánó tolvajt teljes békesség töltötte el, miután megbékült Istennel, és tudatára ébredt annak a ténynek, hogy Isten is megbékült vele és elfogadta őt. Krisztus megdicsőült megaláztatásában. Jézus, akit akkor és ott mindenki legyőzöttnek látott, valójában győztes volt, mert felismerték benne a bűnök hordozóját. Az emberek hatalmat gyakorolhattak teste felett. A tövis koronával átszúrhatták szent homlokát. Letéphették róla ruházatát. Veszekedhettek ruhadarabjai felett. De nem rabolhatták el tőle azonban azt a hatalmat, amellyel megbocsáthatta a bűnöket. Haldoklása közben tanúbizonyságot tett saját istenségéről és az atya dicsőségéről. Füle nem olyan süket, hogy ne hallhatna, karja nem rövidült meg annyira, hogy ne tudna megvédeni. Jézusnak megvolt és megvan az a királyi joga, hogy mindenképpen megmentse azokat, akik általa járulnak Istenhez. Mi nagy ígéret ez, ami számunkra ezen a mai napon? Két kereszt állt Jézus keresztje mellett. Az egyik a bűnbánat, megbocsátás keresztje. A másik a lázadás keresztje. A manipulációnak. Annak a keresztje, amikor eszközként akarom használni Istent. Ma egy kérdés maradt. Melyik az én keresztem? Krisztus keresztjét nem hordhatom, az csak az övé. Az enyém vagy a lázadás keresztje, vagy a bűnbánat, megbocsátás keresztje. És talán ez a mai nap arról is szól, hogy szembenézzünk ezzel a kérdéssel. És imádságunk lehet az, hogy megtapasztaljuk Isten kegyelmét, szeretetét és gondviselését úgy, ahogyan ez a fiatalember megtapasztalta. Ne felejtsétek el, Krisztus szívében, lelkében több szeretet és kegyelem van, mint bűn, ami múltunkban. Amen. Imádkozzunk együtt. Hozzád jövünk, jó Istenünk. Ki máshoz mehetnénk, aki ennyire könyörületes, szerető szívű, kegyelemmel teljes irántunk, mint Te. Urunk, olyan fájdalmas látni azt, hogy miközben Te ugyanúgy szeretted mind a két embert, akit veled feszítettek meg, az egyik megelégedett volna világi kívánságokkal, pedig Te sokkal többet szerettél volna neki adni. Köszönjük azt, hogy a másik fiatalember élt azzal, amit Te leginkább szerettél volna nyújtani neki, az örök élet ajándékával. Istenünk, látod az életünket, és látod azt, hogy igen, sokszor mi is megelégednénk azzal, hogyha a kívánságainkat, az elképzeléseinket, a vágyainkat teljesítenéd.
és köszönjük azt, hogy nem ezt teszed. Azokban a napokban, hetekben, órákban, amikor ez történik, ennek nem tudunk örülni. De aztán, amikor közelebb kerülünk hozzád újból, akkor ráébredünk arra, hogy milyen jó, hogy nem adtál meg dolgokat az életünkben. Milyen jó, hogy másképpen alakítottad az életünket, mint ahogyan mi azt terveztük, ahogyan mi azt elgondoltuk. Mert a te utaid mindig jobbak. A legjobbat adott nekünk. Istenünk, imádkozunk azért ad, hogy ezt felismerjük. Elismerjük. És ezek szerint tudjunk élni. Áld meg, jó Istenünk, ezt a gyülekezetet. Áld meg ennek a gyülekezetnek a tagjait, barátait. Azokat, akik figyelemmel kísérik az Isten tiszteletünket. És te add, Istenünk, hogy erre a felismerésre valamennyien el tudjunk jutni. Jézus Krisztus nevében kértük mindezt. Amen. Testvéreim, ezekkel az igékkel szeretnék ma búcsúzni. A ti szelíd lelkűségetek ismert legyen minden ember előtt, az Úr közel. Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban, könyörgésetekben, minden alkalommal, hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt. És az Istennek békessége, mely minden értelmet felül halad, meg fogja őrizni szíveiteket, gondolataitokat a Krisztus Jézusban. A mi Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme legyen mindnyájatokkal. Amen. További boldog szombatot kívánok.